A Máriaút egy kialakítás alatt álló közép-európán átvezető zarándok és turista hálózat, amely az ausztriai Mária az Erdély csíksomjóig vezet, mintegy 1400 km távon. Egy csapat érkezett tegnap Duna újvárosba, Besenciné Tóth Erika, a zarándoklat önkéntes vezetője stábunknak elmondta: A Máriaút több mint egy turistaút, zarándokút, értékes program és több mint az önismeret útja. Örömmel teszem mindig, hogyha a zarándoklatról beszélhetek, és hívhatok másokat zarándokolni, hiszen nagyon sok élményem van, és az, amikor én először elindultam egy hosszabb zarándokútra, ez Budapestről Csíksomjóra volt, az nekem egy sorsfordító út volt gyakorlatilag, és akkor úgy éreztem, hogy kapok egy küldetést arra, hogy zarándokoknak megmutassam, vagy zarándok jelölteknek megmutassam ezt az élményt, és hívjak másokat is. A zarándoklat vagy zarándokút egy parancsolat teljesítése, vagy egy bizonyos vallási jelentőségű zarándokhely felkeresésének érdekében történik, hangsúlyozta az esemény vezetője. Többféle zarándoklatunk van. Ugye a zarándoklat az abban különbözik egy túrától, hogy mindig valami felajánlást hordozunk a szívünkbe, és a Mozgás mellett, tehát a fizikai erőlét mellett van egy lelki tartalma is. Több rendezvényünk van, például ilyen az egyúton zarándok nap, amely az egész Mária út területén zajlik, több tízezer embert mozgat meg egy azonos napon, minden évben egy cél ér felajánlva. Barta Endre, humánügyekért felelős alpolgármester elmondta, nagy megtiszteltetést jelent számára, hogy ő köszönthette, illetve egy rövid szakaszon elkísérhette a zarándoklat résztvevőit. Jó nagy örömmel fogadjuk őket, jelen pillanatban, még itt vagyunk Nagyvenyimen, de örömmel kísérem őket be Dunói városba, és örömmel mondtam nekik egy pár szót. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat jelent ez nem csak a Dunaiváros, város, hanem a, tényleg az egész magyarság számára, hiszen aki egy kicsit a, foglalkozik a történelmünk, az tudja, hogy minket mindig is a hitünk tartott meg, hitünknek köszönhetően vagyunk itt, és gondoljunk bele, hogy most is milyen nehéz helyzetben van az egész ország, az egész világ, és mi magyarok, mi, illetve mások is keresztények tudunk egymásért imádkozni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez emel minket minden nehézségből, és nagyon büszke vagyok arra, hogy sok Dunajvárosi van az arándokok között, úgyhogy Örömmel, kísérem majd őket, és tényleg Isten áldja az ő útjukat. Az zarándoklat Budapesten zárul szeptember 12-én a pápa szentmisejével a hősök terén.